Jó estét kívánok! Ez a művészbejáró Békés megye kulturális magazinja. A Békés Csabai Jókai Színház egy különleges, mágikus táncos mesével várja az érdeklődőket. A Holló Jankó a magyar népmesék formavilágát és nyelvezetét állítja színpadra a néptánc segítségével. A művészbejáró ma esti vendégei ifjabb Linár Pál és Nagy Erika. Köszöntöm Önöket a stúdiónkban! A Holló Jankó ősbemutatójáról beszélünk. Hogyan állt össze ebben a formában ez az előadás? Hát a kiindulási alap az az volt, hogy a klasszikus, ismert Holló Jankó népmesét, magyar népmesét dolgozzuk fel. Szabó Attila íróval dugtuk össze a fejünket, és elkezdtük csűrni, csavarni ezt a történetet, mert úgy gondoltuk, hogy egy táncjátékhoz, egy egész felvonásos táncjátékhoz egy kicsit azért a történetet át kell formálni, és addig gyúrtuk, amíg egy mágikus táncjáték lett belőle, hiszen rengeteg varázslat, mágia szerepel benne, nagyon sok a misztikum, ami Jankó életének ezen szakaszát végigkíséri, úgyhogy ezért is adtuk neki ezt a megfogalmazást. Ez egy korszakalkotó lépés volt a részünkről, hiszen mágikus táncjáték tudtommal még nem készült, úgyhogy ebből a szempontból is különleges ez a műfaj, illetve ez az előadás. Koprodukcióban jöhetett létre az előadás, kikkel dolgoztak együtt? Ez már hagyomány, hogy a Jókai Színház koprodukcióban készíti ezeket a táncos előadásokat. Korábban a Balassi Tánc Együttessel, ebben az évben ugye megalakult a Viharsarok Táncszínház, amely egy 10 fős hivatásos tánctársulat, és a Jókai Színház a Viharsarok Táncszínház a koprodukcióban készíti ezt az előadást, amiben ugye van 10 táncos, illetve két színésznő, Veselényi Orsolya, illetve Nagy Erika, ők azok, akik egy-egy szerepereig ebben az előadásban részt vesznek. Kérem, meséljen egy kicsit a szerepéről és a történetről. Mennyire áll közel Önhöz a szerep? Nagyon szép, nagyon hálás feladat ez a szerep, amit most játszom. Ő egy erdőt, mezőt járó anyóka, néne vagy néni. Varázsfüveket gyűjt, és hát nem akarom elmondani a történetet, de aztán talál egy kis babát, és azt ő fölneveli. Nagyon szép, nagyon hálás feladat, és azt gondolom, hogy mint édesanyja a való életben is, ez nagyon-nagyon jó érzés a lelkemnek, a szívemnek, hogy én ezt az anyai szeretetet, törődést, ezt át tudom adni most a karakteremnek is, illetve a Jankót játszó kedves kis kollégának is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép. Én nagyon jól érzem magam ebben a szerepben, és nagyon hálás, és nagyon-nagyon jó a csapat, úgyhogy én nekem ez nagyon-nagyon-nagyon szép dolog most. Az egész előadás a magyar népmesék világát hozza a nézők elé. Milyen szerepe van ebben a táncnak, ha már ugye együttműködésről beszélünk? Hát elég nagy. Tehát alapvetően ez egy táncjáték. Azonban, bár a gerincét a tánc adja, a stílusát, a formáját, amit lehetett, azt próbáltunk tánccal felvinni a színpadra, tánccal megmutatni. Nyilván vannak ebben a történetben olyan részek, amelyek nem kifejezhetőek érthetően a tánc nyelvén. Ilyenkor hívjuk segítségül a prózát, és hát ugye a színésznők mellett, akik ugye főleg a prózai részt viszik, mi is megszólalunk, tehát azért majd minden szereplőnek, majd minden karakternek van egy komolyabb párbeszédje, vagy monológia éppen, de természetesen a tánc viszi a főszerepet, olyannyira, hogy a végén, és ezzel szerintem nem árulok el nagy titkot, mert a történet szempontjából nem fontos, a végén a színésznők is táncra pertülnek. Ez így van. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy ugye színészek táncolnak, és táncosok színészkednek. Ez Önnek nehezíti, vagy segíti a munkáját a tánc? Mindenképpen segíti, és azt gondolom, hogy szerves része a munkának a tánc. Én korábbi darabokban is már játszottam táncos szerepeket, illetve táncoltam, és itt kifejezetten vártam itt is ebben a kis produkcióban, hogy igen, tehát hogy az anyó is táncoljon egy kicsit, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez
ez nagyon-nagyon jó, és ezzel mindig egy kicsit előrébb vagyunk, és ezáltal többek leszünk mi is. Igen, érdekes egyébként, hogy mennyivel másabb, tehát hogy az agynak egy másfajta munka a tánc és a tánclépéseket megtanulni, de hát ugye azt is fejben kell összerakni, úgy, mint a szerepet vagy a szöveget. De nagyon jön, nagyon jó érzés, és olyan sikerélménye van az embernek, amikor sikerül jól megcsinálni vagy letáncolni azt a kis koreográfiát, és magunkévá tenni, tehát ez egy nagyon jó sikerélmény. Úgyhogy én nekem nagyon hálás és nagyon kedves dolog ez is, a tánc benne. Ön rendezi a darabot és játszik is benne. Milyen előnyökkel szolgál ez a kettőség a darabra nézve? Hú, hát így a főpróba hét vége fele inkább a hátrányait érzem ennek, de mert azért nyilván az a legjobb, hogyha pláne így az utolsó időszakban a kívülről tudunk rátekinteni. Ugyanakkor, amikor benne is vagyok, akkor olyan szempontból könnyebb instrukciókat adni a táncosoknak, színészeknek, hogy tudom azt, hogy mi történik ott bent, mert én is részese vagyok. Nyilván sokkal kevesebbet, meg általában lehelyettesítenek, amíg a próbák mennek, vagy a próbák nagy részén, de ilyen szempontból sokkal jobban megértem azt, ha valamivel problémájuk van, nem értik, nyűgük van, hova kell menni, vagy miért itt kell állni, stb., mert én is valahol ott vagyok közöttük. A másik meg az, hogy nagyon jó az alkotás része, de nagyon jó azért ott lenni közöttük, és tényleg, amit az Erika is mondott, azzal maximálisan egyetértek, hogy nagyon jó kis csapat gyűlt össze, és nem csak az előadó művészek, hanem a teljes kisegítő személyzet, akik a háttérben dolgoznak, nagyon flottul működik. Bár nem volt rá sok időnk, de ehhez képest én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól sikerült összekapni az egészet, a végeredményt meg majd mindenki eldönti. És ha már a csapatnál tartunk, hogyan tudtak készülni az előadásokra? A koronavírus járvány befolyásolta a próba folyamatot? Nem volt gond, azt hiszem, hogy nem volt gond. Időben megkaptuk a szövegkönyvet, tehát tudtunk otthon készülni, tanulni. El tudtunk járni, ugye még a Balassi épületében jártunk próbálni, vagy még a próbák ott kezdődtek, és hát ugyanúgy, tehát az elővigyázatosságokat betartva, készfertőtlenítés, szájmaszk, úgyhogy én azt gondolom, hogy semmiben nem gátolt minket, sem a tanulásban, sem a próba folyamatban ez a helyzet, úgyhogy igyekeztünk ezeket kiküszöbölve, de odafigyelve és maximális erőbedobással készülni és tanulni a szerepet. Fontos szerepe van a zenének is, ha már népi motívumokról beszélünk. Mire figyeltek a hangi elemek kiválasztásakor? Hát a zene az egy nagyon fontos része egy táncos előadásnak. És én például, amikor koreográfiát készítek, akkor tudom, hogy mit szeretnék látni, megbeszélem a zeneszerzővel, hogy milyen hangulatra, milyen történésre gondolok, mit fog látni, ahhoz ő hozzá írja a zenét, amit aztán még közösen formálunk, és amikor kész van a zene, igazából akkor készül rá a koreográfia, tehát ez egy nagyon összetett oda-vissza munka, de hál' Istennek egy nagyon jó társra leltem Lovas Gábor személyében, aki, én azt szoktam mondani, hogy ő minden hangszeren is tud játszani, úgyhogy a hegedű az egyetlen, amin nem, olyan 15-20 hangszer szólal meg ebben a darabban, és ezen mind ő játszik, a hegedűt leszámítva, és fantasztikus hangzást hozott létre, hiszen a nagyon eklektikus a darab olyan szempontból, hogy a népzenétől kezdve a francia barokkon át egészen a szimfonikus hangzásig a boldogabb és a borúsabb, gonoszabb megszólalásokig nagyon-nagyon széles spektrumon jelentkezik a zene, és ezt nagyon-nagyon jól megérezte, és nagyon-nagyon izgalmas zenéket írt hozzá, egyfajta világzene, amit ő alkotott ebben. A magyar népmeséknek mindig van egy rövid tanulsága. Ön szerint mi az, ami a Holló Jankóból a mindennapokban kis útra való, amit hazavihet magával az a gyerek, aki eljön és megnézi? Én azt gondolom, hogy egyrészt igen, van egy picike, szerintem az egyik fő dolog, hogy amikor a gyerekek kiközösítenek valakit maguk közül, tehát mert valamitől más egy kicsit, mint a többiek. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egyfajta tanulság, hogyha megnézik, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy más
attól, mert éppen nem olyan jelekkel rendelkezik, vagy valami furcsaság van rajta. Tehát egyrészt ez, másrészt ugye, tehát én azt gondolom, hogy egy kis közösség formáló ereje is van, és ami a legfőbb dolog, hogy a szeretet. Tehát, hogy annyira szépen megmutatja, hogy a szeretetnek milyen ereje van, és én azt gondolom, hogy ez, ha már ezt így szépen magukévá tudják tenni a gyerekek is, a kis lelkükbe, be tudják fogadni ezt, hogy a szeretet az mindig ott legyen, és a másik gyerekre való figyelés, törődés, akkor már kaptak valamit. De én szerintem nem csak ennyit kapnak ebből, hanem sokkal szebbet és többet, hogyha megnézik. Maga az előadás egy nagyon dinamikus, látványos, színes, pörgős darab. Beszéltünk már ugye zenéről, táncról, a jelmezekről és a díszletekről még nem esett szó. Hát a jelmezek is abszolút, és a díszlet is abszolút követik a darab, darab folyamát, a jelmezek különösen az eklektikussággal, hiszen Linár Péter tervezte a jelmezeket, és nagyon-nagyon ráérzett a különböző karakterek jelmezbeli megformálására, és ugyanúgy, amit a zenére mondtam, ugyanúgy el tudom mondani a jelmezre is, hogy nagyon-nagyon szélsőséges. Tehát a tényleg népi, népviseletnek tűnő ruháktól, ami csak annak tűnik, de valójában nem az, egészen a báli, gyakorlatilag királyi udvari ruhákig, meg aztán ugye van egy cigány kép ebben, egy cigány jelenet, a cigányoknak a színes kavalkádjáig, tehát nagyon-nagyon színes ilyen szempontból is, de nagyon-nagyon kifejezőek. A díszlet az pedig azért érdekes, Lenkefi Zoltán, a Napsugár Bábszínház igazgatója tervezte a díszletet, mert tulajdonképpen nagyon egyszerű, és az egyszerűségében rejlik a különlegessége, hiszen gyakorlatilag anyagcsíkokból van felépítve a teljes díszlet, különböző elemek, viszont ezek az elemek nagyon jól világíthatóak, gyönyörű látványt adnak, és ezek mozogni tudnak. Ezzel is egy kicsit a mágiát, a varázslatot próbáltuk a színpadra varázsolni, hogy a táncosokkal, a szereplőkkel együtt ez folyamatosan változik, és úgy alakulnak ki a különböző jelenetek, különböző képei, hátterei, hogy gyakorlatilag ezek, mintha önműködő kis elemek lennének, mintha varázsszóra vagy egy varázscsettintésre rendeződnének be a következő képbe. Van-e olyan része az előadásnak, egy apró jelenet, egy apró gesztus, ami úgy kifejezetten közel áll önhöz, amitől ön számára különleges, ami miatt szereti? Igen, nyilván, tehát elsősorban az én saját karakterem vagy jellememben gondolkozva, igen, van egy pillanat, amikor az anyu látja, hogy kiközösítik a Jankót, és akkor ahogy oda hívja magához, és ahogy oda bújik a kisgyerek, és ahogy az anyu megszeretgeti, megnyugtatja, megvigasztalja. Én nekem az egy annyira szép kis bensőséges pillanat, de több is van. Tehát én éppen most kezdtem már próbákat nézni, és hát például igen, tehát hogy a cigánytáboros, az a cigányos jelenet is nagyon tetszik. De hát végig az egész, úgyhogy nekem több ilyen pillanat van. Most hirtelen az én karakteremből ezt tudtam kiragadni, hogy ez olyan, vagy amikor megtalálja a kis csecsemőt az anyu ott az erdőben, az is egy olyan nagyon szép. És ahogy magához veszi és ringatja, énekel neki, ezek nagyon szép pillanatok nekem. A Holló Jankó egy mesejáték, de mégis melyik az a korosztály, akinek kifejezetten ajánlaná, hogy megnézi? Van-e esetleg alsó vagy felső korhatár? Én úgy gondolom, hogy nincs. Még nem tudom, mert tesztközönség elé nem engedtük, de pont most, illetve bocsánat, nem igaz, mert a 2 éves kislányom egyszer beült a próbára, és ő végigülte. Tehát teljesen lekötötte. Én azt mondom, hogy kortalan. És azért gondolom, hogy kortalan, mert igazából egyik korosztálynak sem szól, de valójában mindegyiknek, mert mindenki talál benne olyan
momentumot, olyan poént, olyan megszólalást, olyan gondolatot, amit a saját korának megfelelően el tud magában raktározni és fel tud használni. Én úgy gondolom, hogy a kisgyerekek ugyanúgy fogják érteni, mint a nagyobbak, akiket mondjuk a varázslat jobban vonz. A viccesebb karakterek részeit azt inkább az idősebbek fogják szerintem élvezni, és azért vannak benne olyan gondolatok is, olyan mély gondolatok, amiket lehet, hogy a gyerekek most még csak tudat alatt elraktároznak, és később fognak megérteni, de lehet, hogy és lehet az is, hogy nekik teljesen mást mondanak ezek a gondolatok, mint mondjuk egy felnőtt nézőnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtan jöhet bárki, kortalan darab ilyen szempontból. Mikor lesz pontosan az ős bemutatója? Október 10-én, szombaton, délután 3 órakor a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadán. És utána hány alkalommal tűzik még? Hát utána 6 előadás lesz egyelőre, ugye itt a járványhelyzet miatt sajnos a nagyon szép számú bérlet lecsökkent, úgyhogy jelenleg 6 előadás, és hát nagyon bízunk abban, hogyha rendeződik itt körülöttünk ez a járvány probléma, akkor újra műsorra tudjuk tűzni, és azoknak, akik lemaradtak róla, és hát jó sokan lesznek, azoknak ismételten bemutathatjuk majd a tavasz vagy a nyár folyamán. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Most pedig lássuk az elmúlt hét legfontosabb kulturális eseményeit. A Szentesi Fotókör kiállítása 25. alkalommal érkezett Békés Csabára. A fotópályázatra az ország minden részéből érkeztek pályaművek, amelyek hagyományos és a legmodernebb digitális technikával készültek. A fotók október 26-áig láthatóak a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Gyakorlatilag vászonra vagy textilre érzékenyítette a fotónak a képét. Cianotípia, kékre színezett kép a napfény segítségével, dobozkamera, 35 mm-es klasszikus filmes hívások és egyedülálló polaroid technikával készült alkotások fémjelzik a tárlatot. Fiataloknak átadják ezeket a hagyományos technikákat, innestől kezdve nem csak a digitális sal ismerkednek meg, ezáltal nem csak gyakorlatilag a digitális korszakban lévő gyermekek, a manuális technikát, a sötét kamerának az ízét, a szagát, az illatát gyakorlatilag megérzik, és megérzik a fotográfiának azt a szépségét, hogy a fényből hogy alkotunk valósan képet. A kiállításra szakértő zsűri válogatta össze a pályaműveket, amelyek 52 kiváló alkotótól származnak. Ez egy méltó emléket állít gyakorlatilag a fotográfia közel 200 éves történetének, hiszen hogyha úgy számoljuk, akkor ugye 1826-ban készült az első fénykép Joseph Niceforn Nyefs által, ez volt a kilátás a dolgozószobából, és hát azóta azt mondhatjuk, hogy a fotografálás az rendkívül népszerű, és egyre népszerűbb. A kiállítás a fotótörténet palettájából szemezget, és teszi ezt különleges technikák felhasználásán keresztül. Színháztörténészek és kritikusok írásaiból, több mint 40 tablóból és közel 200 fotóból áll az a kiállítás, amellyel megnyílt a Harag György emlékév Gyulán múlt csütörtökön. A Várszínházban látogatható tárlat a színházi rendező életművét mutatja be az általa rendezett fontosabb színházi bemutatókon keresztül. A Caligula helytartója volt Harag György pályájának az egyik legemlékezetesebb előadása, ami éppen itt Gyulán történt. Harag György igaz a realizmus vonalán haladt, de mégis ki akart és ki is tört a keretek közül. Újszerű stílusát az általa rendezett klasszikus darabok is tükrözték. Az emlékév kiállítás létrejöttét 2 év komoly munkája előzte meg. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Harag György emlékév itt kezdődik Gyulán, és itt látható először ez az emlékkiállítás, amelyben körülbelül 40 tabló van, ami Harag György egész pályáját bemutatja, a nagybányai indulástól a gyulai 1978-as Caligula helytartóján keresztül egészen az utolsó előadásaig, a 80-as évek közepén bemutatott utolsó előadásaig. A rendező, amikor egy-egy darabot színpadra vitt, minden munkatársát egyenrangúként kezelt, a szereplőket, a díszlettervezőt, a zenei munkatársakat közösségben gondolkozott.
látványszínház vagy a mozgásszínháznak az elemei épp úgy fontosak voltak számára, mint amit ma úgy mondjuk, hogy a szószínháznak az elemei. Tehát ha egy kiváló írónak, drámaírónak a szövegéhez valaki hű igyekezett maradni, akkor az Harag György volt, de ugyanakkor ismétlem a látvány elemekre is legalább annyira figyelt, annyira ügyelt. A rendező özvegye szerint magánemberként is kimondottan fontosnak tartotta a közösség erejét, az embereket, akik őt körülvették. Számon tartott mindenkit, fontosak voltak neki a barátai, a römi partnerei, szóval mindenki. És mint férj, szóval egyszerűen nem lehet szavakba kifejezni, milyen fantasztikus ember volt. Az utazó tárlatot Gyulán október 16-áig láthatja a nagy közönség, azután Budapesten és Győrben lesz látogatható. Október 1-től november 28-áig rendezi meg az őszi művészeti heteket a Csaba Gyöngye Kulturális Központ. A programsorozat az idén nyáron elmaradt zenei ifjúsági találkozóval kezdődött múlt csütörtökön. Az időjárás nem kedvezett a nyitó eseménynek, amelyet a Sték helyett a hangversenyteremben tartottak meg. A program a Bartók Béla Zeneiskola diákjainak előadásával kezdődött. A rendezvényt Herceg Tamás országgyűlési képviselő nyitotta meg, beszédében pedig hangsúlyozta, hogy eddig mindig elismert nevek érkeztek az eseményre. Nagyon sokan megjárták Békés Csabát, a fúvózene legjavából, Stark Tibi bácsira, hogyha emlékezünk, vagy Lendvai Kamillóra, Dubrovai Lászlóra, tehát nagyon sokan voltak itt olyanok, akik mértékadó muzsikusok Magyarországon. Ezután a Fire Magic tűzzsonglőr és tűztánc csapat kápráztatta el a közönséget közel fél órás tűz- és fénysójával. Végül a Brass Time zenekar adott koncertet. Szente Béla, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója elmondta, az első zenét kivételével eddig mindig nyáron volt a program. Most ugye a Covid miatt besűrűsödött a nyarunk, a táborok és a Stég rendezvények, és a zenekarokat is nehéz lett volna megmozdítanunk, és akkor úgy határoztunk, hogy talán az ősz egy jobb időszak lesz, és arra gondoltunk, hogy ezzel indítanánk az őszi művészeti heteket. A szombati program délelőtt a trianoni emlékműnél kezdődik, ahol a csorvási fúvós zenekar és mazsoret csoport lép majd fel. 6 órakor a Kelet Brass Band fellépése zárja a programot. Yehudi Menuhin 1975-ben az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsában töltött be elnöki tisztet, és így hívta életre október 1-én a Zenei Világnapot, amelyet idén 45. alkalommal ünnepelhetünk. Ebből az alkalomból a Békés Csabai Zeneiskola növendékeinek köszönhetően a járókelők több helyen találkozhattak minőségi klasszikus zenével Békés Csaba utcáin. Harsonajáték és fúvola zene. Igazi koncerthangulatot hívtak életre a fiatal zenészek. Yehudi Menuhin, a Világnap alapító atya már kezdetben felhívta a figyelmet a világnapi megmozdulások flashmob jellegére. Olyan szituációkban, élethelyzetekben is szólaljon meg a muzsika, ahol az átlagember életvitelszerűen nem találkozhat vele. Hogy a komoly zene ne csak a koncertekre járó konzervatív értelmiség privilégiuma legyen. Ez volt a fő célja a Világnap elindítójának. Az utcákon siető emberek megálltak néhány percre, és átszellemülve hallgatták a gyönyörű dallamokat.
Annyiféle zenei stílus van, hogy nem gondolom, hogy bárki ne találna magának megfelelőt, ami építő jellegű, mert természetesen leépítő stílusok is vannak, de építkezhet belőle, mert szórakozásképpen, akár mozgáshoz kapcsolva, akár csak lazításképpen, tehát nagyon sok lehetőség van a zene hallgatásban is, a zenélés pedig sokkal többet ad. A zeneiskola növendékei és tanárai egy emberként a kezdeményezés mellé álltak. Korunk kommercializálódó társadalma és hát a jelenlegi egészségügyi helyzet rengeteget árt a klasszikus zene státuszának. Tehát rengeteg kárt szenved el a klasszikus zene. Nem járhatunk koncertekre, nem adhatunk koncerteket, de amúgy is a folyamatosan gyorsuló, digitalizálódó társadalom egyre inkább elkerüli a klasszikus zenét, a klasszikus értékeket, és ezt szeretnénk visszavezetni a köztudatba ilyen látványos performanszokkal. A fiatal tehetségek a főtéren, a színház előtt és a város forgalmas helyein játszottak igazi klasszikusokat a járókelőknek. Ez volt a Művész Bejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!